Gőzölög a termál víz a nagy hidegben Nyíregyháza sóstón. Az Aquarius élményfürdő kültéri medencéjében a hétközben is sokan pihentek, de a gyermekmedencéket és a szauna részleget is nagy számban vették igénybe. Bár miután hétfőtől már az óvodák, iskolák és az intézmények nagy része is újra teljes üzemmódban üzemelt, a héten már kevesebben váltottak jegyet, mint az azt megelőző hetekben. Az ünnepi időszakban azonban rengetegen kapcsolódtak ki a sóstói fürdőkomplexumban. A téli szezon alapvetően nagyon jól alakult, most az ünnepi időszak az kifejezetten. Ugye nagyon sok turista is látogatott ide, de a magyar körében, illetve nyíregyháziak körében is nagyon népszerű volt a fürdő, de egyébként az előtte lévő hosszú hónapok is nagyon jól sikerültek. Szeptemberben picit tovább nyitva tartottuk a kültéri medencéket, hiszen nagyon jó idő volt, és ezt kihasználtuk, az egy nagyon szép vendégszámot hozott. Októberben, novemberben pedig az újonnan bevezetett akcióknak, programoknak köszönhetően emelkedett mind az előző évhez képest, mind a tervezethez képest a vendégszámunk. A vezérigazgató évindító sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy a Sóstó Gyógyfürdők ZRT 2024-ben tovább bővíti szolgáltatásait, és új kedvezményeket is bevezetnek. A társaság célja, hogy a turisták mellett minél több nyíregyházit csábítsanak a medencékbe. A 2023-as őszi szezonban nagyon sok újdonságot vezettünk be, többek között a hétfő nyugdíjas napot kibővítettük egy csütörtöki nappal, amikor nagyon kedvezményes áron jöhetnek be a nyugdíjas vendégek. Bevezettük a mindennapi ingyenes szauna programot, tehát aki a szauna világba a jegyet vált, ők ingyenesen részt vehetnek szauna mesterek által tartott felöntéseken. Bevezettünk egy új rendezvényt is szaunával kapcsolatban, szombat esténként éjszakai szaunaesteket tartunk, ahol nem csak a saját szaunamestereink, hanem vendég nemzetközileg is elismert szaunamesterek is tartanak programokat. Ezt egyébként nagyon pozitívan fogadták a vendégek, és hát a legnagyobb újítás, amit már picit az őszi szezonban is tesztjelleggel elkezdtünk bevezetni, az az, hogy egy újfajta belépőjegyet vezetünk be, ami azt jelenti, hogy a fürdőnek a termál részlegébe egy nagyon kedvezményes díjon lehet belépőjegyet váltani. Az árakban sem lesz jelentős változás, a belépőért csak a hétvégi napokon kell 5%-kal magasabb összeget fizetni. Hétköznap az árak változatlanok maradnak, és aki pedig online vásárolja meg a belépőjegyét, rá nem vonatkozik a hétvégi 5%-os emelés sem, hanem ők egész évben a tavalyi jegyárakon tudják megvásárolni a jegyeket. A vezérigazgató hozzátette, több fejlesztés is előkészítés alatt van a fürdőben. A tervezett beruházásokat még a nyári strandszezon kezdete előtt szeretnék befejezni.